A kormány eltörli a közfoglalkoztatotti státuszt és egy újat vezet be helyette. Totyik Tamás szerint egyértelműen látszik, hogy a kormány a megfélemlítés mellett a pedagógus hiányról akarja elvonni a figyelmet. A közalkalmazotti státuszban a pedagógusoknak felmentés esetén eddig 4 hónapot kellett dolgozniuk. Az új rendszerben ez esetenként változna. Az évi helyettesítési időt felemelik, az intézményvezető kinevezéséhez pedig ezentúl nem szükséges a pályázat. Jelentős változás még a pedagógusok más intézménybe történő delegálása. Eddig ugyanis ez közös megegyezéssel történt, ezután a tanárokat akár 90 kilométeres távolságra is elküldhetik a beleegyezésük nélkül. Az új törvény júniustól lépne hatályba. Levélben kerestük a belügyminisztériumot. A kabinet válaszában azt írta, a törvénytervezet egyeztetése folyamatban van. Jó reggelt kívánok! Itt van velem a stúdióban Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke. Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel, és Ősi Juditot is, a Karinti Gimnázium volt tanárát. Jó reggelt kívánok! És hogy miért mosolygok, azt elárulom a nézőknek, mert hogy közalkalmazott versus köznevelési foglalkoztatott, ugye ezeken a fogalmakon megy most itt a vita, végül is egy új státusz kerül bevezetésre, csak hogy tisztán lássunk és értsünk ebben a dologban? Igen, egy új státusztörvény van készülőben a háttérben, amelyre azt tudom mondani, hogy kicsit sem megnyugtató, mert sok-sok félelmet generál. Az látható, hogy a kollégáink szerzett jogaikat fogják elveszteni, illetve szakszervezeti jogosítványokat fogunk elveszíteni, ha ezt a törvényt elfogadják. Félelmetes az, hogy tegnap Rétvári Bence bejelentette, hogy ezt már júniustól életbe is léptetik, miközben mi még azt gondoljuk, hogy tárgyalási folyamatban vagyunk, és semmi, de semmi ajánlatot nem kaptunk a javaslatainkra a kormánytól, hiszen több fordulón vagyunk túl, és azt mondtuk, hogy vannak olyan elemek, amelyekből biztos, hogy nem engedünk. Például okáira az, hogy a kollégáink vezényelhetők legyenek, akár egy 90 kilométeres körzeten belül is. Hát gondoljuk már végig, hogy akinek nincs kocsija, és vidéken, tankerületen belül elhelyezik az egyik csücskéből a másikba, hogyan oldja meg, elmegy reggel a távolsági busszal, majd este, amikor egyszer csak jön vissza, azzal hazamegy. Szóval lehetetlen élethelyzeteket generál. Vagy amit itt a kolléganővel kapcsolatban meg tudok említeni, hogy a felmentési felmondási idő olyan módon módosul, hogy az egyszerűen ellehetetleníti a kollégákat. A legnagyobb bajom az, hogy nem a megnyugvás felé halad az oktatásban a jogalkotás, hanem a további megfélemlítés és a további túlterhelés felé. Láthatóan pénzkivonásról szól, láthatóan az üres álláshelyek elfedéséről szól a dolog. Semmiképpen nem jelenti azt, hogy a kollégák valami béke felé haladnának. Én pont ezt szerettem volna mondani, hogy ha szabad úgy fogalmaznom, akkor élnék a gyanúperrel, hogy például a sztrájkból és az abnak következményeiből eredő üres helyeket kívánja mondjuk a kormány így feltölteni. De például a sztrájk lehetőségét, vagy a nem létező sztrájk lehetőségét, amit ugye most gördülő sztrájként is megjelenítettek, illetve polgári engedetlenséggel, ez a típusú új státusz, ez továbbra is el lehetetleníteni önök szerint, vagy akár mondjuk adhat valamiféle eszközt az önök kezébe a jövőre nézve? Semmiféle új eszközt nem adhat, tehát már a korábbi helyzet is azért kezdtünk bele a polgári engedetlenségbe, mert a sztrájkkal, mint törvényes lehetőséggel nem tudtunk élni, nem tudtuk felhívni a figyelmet a oktatásban zajló problémákra, ez pedig tovább fogja súlyosbítani a helyzetet, tehát biztos vagyok benne, hogy ezzel az új jogszabállyal nem fogunk tudni előrébb jutni egy percet sem. Igen, itt az adás elején ugye felmerült köztünk Andrissal a költői kérdés, hogy valójában akkor kinek a jogait és a lehetőségeit fogja még ez jobban bebetonozni, ez az új státusz akkor. Megenged egy gondolatot. Pont a kollégák védelme érdekében fordultunk nemzetközi szervezetekhez, és a Minap az ILO-sz egyik szakbizottsága azt a határozatot hozta, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek azt javasolja, hogy a magyar kormánynak valamilyen módon hasonló, hogy a magyar kormány érdemi párbeszédet folytasson, és azt a sztrájktörvényt, amely ellehetetleníti, kiürisíti a magyar munkavállalóknak a sztrájkhoz való jogát, hát azt kényszerítse arra, hogy módosítsa, változtassa meg, hiszen pont az a baj, hogy ami több mint egy éve sztrájkban vagyunk, és ugye mindenki emlékszik, hogy úgy február környékén, a januári figyelmeztető sztrájk után a kormány a mégelégséges szolgáltatást nem egy párbeszéd folyamán alakította ki, hanem
átnyúlva a jogi szabályozáson, egyszerűen először kormányrendelettel, majd nyáron meg törvényben rögzítette, mit kell tenni a sztrájk ideje alatt. Na most olyan a világon sehol nincs, hogy a felügyeleten túl még az órák 50%-át meg kell tartani, és az érettségi tantárgyak vonatkozásában a 100%-os óraszámot meg kell tartani. Ez egyszerűen kiüresíti a sztrájkot, és pont ezért engedetlenkedtek a kollégák, mert azt mondták, hogy a sztrájk, ami egyébként az alkotmány szerint minden munkavállalónak alapjoga, hogy ezt érvényesíthesse, ebben korlátozták a pedagógusokat. És ez egy nagyon-nagyon súlyos törvénysértés. Hogyha már kényszerítést említett, akkor miben reménykedhetnek önök, hogy ennek lesz annyira hathatós eredménye, hogy a kormány akkor bizonyos kereteket kénytelen lesz engedni és mondjuk eltörölni a törvényből, mert mondjuk akkor jön egy olyan külső nyomás, hogy ez rájuk hasson? Egy alkotmányos alapjog. Én azt gondolom, hogy ebben nem korlátozhatják. Jó, csak azt láttuk, hogy eddig ez nem érdekelt senkit. Mi meg azért vagyunk, hogy mozgalmárkodjunk, és minden létező irányban jeleztük ezt a problémát. Remélem, ha mi kevesek vagyunk, már pedig úgy tűnik, hogy kevesek vagyunk, hiába sztrájkoltunk, hiába voltunk az utcán, hiába fogtak össze a szülők, a diákok, a tanárok támogatása érdekében, nem boldogultunk, nem marad más, mint a nyilvánosság ereje, illetve a nemzetközi nyilvánosság és a jogi intézmények. Tegnap megkezdődött ugye a perfelvétel. Egy gondolat elejéig maradva a sztrájknál, ebben a perfelvételben, vagy az önök elvárásaiban egyébként szerepel a sztrájk, mint olyan, tehát hogy egyáltalán ezért fel tudnak lépni, vagy itt kifejezetten a személyes következményekkel szemben tudnak fellépni a tankerületi vezetővel szemben? Elsősorban a személyes következményekkel, hiszen mi igazságtalannak, aránytalannak és jogtalannak gondoljuk a mi elbocsátásunkat, hiszen nem arról volt szó, hogy mi megtagadtuk volna a munkát, hanem a munkánknak egy látványos részét, hiszen figyelmet szerettünk volna felhívni, és azon kívül pedig minden egyes nap felvettük a munkát, és én állítom, hogy minden kollégám többet tartózkodott az intézményben, és dolgozott aznap, mint egyébként normális tanítási napokon. Hát akkor, ha jól értem, itt az önök követelései között a sztrájk jog, mint alkotmányos jog képviselete, az egyébként nem szerepel? Ez egy munkajogi per most éppen, tehát nyilván a bizonyítási szakaszban elő fog kerülni ez a kérdés is, de elsősorban a mi peresügyünk most arra fókuszál, hogy az elbocsátásunk jogtalan volt, és munkaügyi szempontból védhetetlennek gondolom. Arra kérem, hogy adjon nekem választ, hogy a tárgyalás elején a bíró megkérdezte önöktől, illetve az önök jogi képviselőjétől, hogy van-e hajlandóság a felekben a peren kívüli megegyezésre. Itt ekkor egyébként volt a jogi képviselőnek egy ajánlata, a nézők miatt hadd mondjam el gyorsan, hogyha esetleg valaki nem ismerné, hogy ha azonnali hatállyal visszaveszik ugyanabba a pozícióba a kirúgott tanárokat, és fejenként 1 millió forint sérelemdíjat fizetnek nekik, valamint a tankerület kiad egy nyilatkozatot, amiben elnézést kér a külső pesti tankerülethez tartozó pedagógusoktól, akkor elállnak a tárgyalástól. A válasz ehhez képest az volt, hogy az ellenkező oldal tankerületi képviselő jogok képviselőjének nincsen felhatalmazása erre reagálni, és akkor önök, ha jól tudom, azonnal meg is változtatták ezt az ajánlatot. Miért? Azért változtattuk meg, mert ez az egyetlen feltételünk, amivel hajlandóak vagyunk visszatérni a közoktatásba, mert egyébként pedig értelmét vesztette volna a mi tiltakozási akciónk. Tehát akkor innentől kezdve nincsen, ha nem hajlandóak még most sem tárgyalni velünk, mint ahogy végig ez volt a probléma, hogy egyszerűen nem állnak velünk szóba. Én nem tudom, hogy a világon van-e másik olyan munkahely, ahol a munkáltató nem hajlandó szóba állni az alkalmazottaival, nálunk ez történt. Tehát, hogy egyszerűen nem hajlandó meghallani a hangunkat, és nem hajlandó leülni velünk egy asztalhoz, akkor nincs miről beszélni. Viszont ugye a jogi képviselő azt a választ adta, hogy nincs felhatalmazása ugyan, hogy most, de tovább fogja adni az ajánlatot a megbízójának. Mégis ehhez képest, tehát ezt a türelmi időt önök nem adták meg, hanem akkor jött egyből a válasz, hogy akkor ugyan kérik a tárgyalás lefolytatását, és megváltoztatják az eredeti kérésüket, és nem kívánnak visszaállni az eredeti pozíciójukba. Ezt szeretném egy kicsit pontosítani, mert ez úgy hangzott el, hogy az Alperes kérésére folytattuk tovább a tárgyalást, és akkor mi nekünk ez a válaszunk, viszont végig a
perfelvételi szakasz idején, talán még a bizonyítási szakasz idején is, ebben nem vagyok biztos, lehet módosítani a keresetet, tehát nyitott kapukat döngetnek, hogyha bármikor leülnének velünk tárgyalni és beszélni velünk. Beszéljünk egy kicsit a mi lesz, ha kérdésekről, mert azért bizonytalan ideig ugye elhúzhat egy ilyen peres ügy. Kérdés, hogy abban az esetben, hogyha nyernek, és akkor azzal igazából erőt tudnak adni az egész pedagógus társadalomnak, hogy azért itt vannak lehetőségek és olyan kilátás, ami mondjuk tényleg, hogyha már a sztrájker is van lehetetlenítve, akkor azért lehet hangosnak lenni és eredményeket elérni. Akkor az miben segíti a pedagógusok helyzetét? Az, hogy a sztrájkok tovább folytatódjanak, az, hogy nagyobb felületet, nagyobb társadalmi réteget tudjanak elérni, vagy esetleg más terveik is vannak ezzel a lehetőséggel, hogyha mondjuk nyerjenek ebben a... Gondoljunk csak vissza, hogy több mint egy éve tart egy ágazaton belül a különböző akciók során. Indultunk január 31-én egy figyelmeztető sztrájkkal, márciustól folyamatos sztrájkban vagyunk, nyilvánvalóan a tárgyalások mellett megjelentek az élőláncok, megjelentek az utcai tüntetések. Egy éve tart ez az őrület, és érdemi elmozdulást nem tapasztalunk. Ez egy olyan elkeserítő helyzet, amelyben a kollégák gyakorlatilag teljesen kilátástalanul élik meg a mindennapjaikat, és ebben ez a rettenetes. Pedagógusokról beszélünk. Olyan pedagógusokról, akik nap mint nap szemben állnak gyerekekkel, hitet kellene nekik, lobogást kellene nekik közvetíteni, egy ilyen teljesen, hogy is mondjam, egy stabil, felnőtt létet kellene közvetíteni számukra, mihez képest egy teljesen elbizonytalanodott, elfáradt, kiégett pedagógus társadalom megy be minden nap dolgozni, akiket sorba-sorba nap mint nap megaláznak. A nyert per az segítség lenne, akkor egy következő beszélgetésben fogunk tudni arról beszélgetni, hogy ha majd és miként alakulnak ezek a bírósági ügyek, annak milyen hatása lehet majd. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak ma. Én is köszönöm. Thank you.